Ez egy olyan ünnep, amit tanár, diák, mindenki ünnepel. Véget ér a tanév. Rengeteg óra, sok feladat, sok siker, néha bánat, de ennek most itt a nyára véget érnek a napjai. Nagyon sok emléket őrzök a tanévből, és gondolom ti is így vagytok ebben. A farsangi nagy mulatság volt az, ami nagyon-nagyon megragadt bennem. Próbáltam emlékeket felidézni, és ilyen volt például a Nemzeti Színházban az Ádámok és Évák éjszakáján, amikor a színjátszóink felléptek. Ez egy nagyon-nagyon emelkedett és nagyon-nagyon fontos élményünk volt, amit ti is láttatok, és a Helikonon is nagyon jól szerepeltek vele. És a kórusunknak a mindig minőséget hozó, mindig egy picit meglepő, és mindig olyan kalandokba vívő énekkarunk, aki méltán prohászkás, méltán lehetünk rájuk büszkék. Amikor ugye ünnepről beszélünk, és itt vége van egy tanévnek, mindenki megkapja szépen a bizonyítványát, benne a verdiktet, hogy most hogyan szerepelt. Nyilván mindenki jobban szeretne szerepelni, jobban többet tett hozzá, mint amennyit érdemelt, de hát azért fogadjuk azt a jogos ítéletet, amit tanáraink ránk mértek, és egy picit próbáljunk elgondolkodni rajta, hogy mit viszünk magunkkal. Véget ér egy nagyon hosszú és nagyon munkás időszak, ez a tanév, és nagyon szeretném megköszönni kollégáimnak, hogy kitartottak ebben, és mindig odaálltak a Prohászka család mellé, az iskola mellé, és mindig azt a minőséget hozták, amit elvártunk tőlük, és vágyunk arra, hogy itt legyenek velünk. Úgyhogy köszönjük a tanárainknak ezt a nagyon szép időszakot. Most ez nem csak az ünneplésnek és egy kicsit az egymástól való elbúcsúzásnak a pillanata, hanem vannak olyan emberek, akiktől végleg búcsút veszünk, legalábbis viszont azt szeretném jelezni, hogy hozzánk tartoznak, Prohászka család részei maradnak, mindig és innentől kezdve is. Ha úgy gondolják, vissza szeretnének térni, akkor nyitva áll előttük a kapu. Szeretném, hogy emlékezzenek arra azokra az évekre, amiben rengeteget adtak, sokat áldoztak életükből és szolgálták a diákjainknak az előre haladását. Füllinger tanárnő. Szeretném kérni Rubovszki tanár urat is, hogy fáradjon ide hozzánk.